vagyunk a Lauber Dezső sportcsarnokban. Hát most egyelőre még kicsit csöndesnek, kihaltnak tűnik a sportcsarnok. Mennyire volt ez így a nyáron? Edzések azért zajlottak, és hát volt már július végén is két nemzetközi felkészülési mérkőzése a magyar válogatottnak. Arra az EB sorozatra készültek, aminek éppen a berendezése ebben a pillanatban is látszik a háttérbe. Holnap már Ukrajna fog érkezni, tehát kicsit zsúfoltabb lesz a csarnok, sok nézőre számítunk. A sportcsarnok igazi csúcsrajáratása szeptemberben kezdődik. Mennyire kezdtek el veszekedni a pécsi sportegyesületek a használásán? Veszekedésnek nem nevezném, de kétségtelen, hogy az igények azok sok esetben meghaladják a lehetőségeket, hiszen a csarnok parkettája ugye az behatárolt alapterületű és időbeosztású, miközben ebben a pillanatban is három NB1-es csapatnak vagyunk a házigazdái, két kosárlabda csapat, illetve a férfi kézilabdázók osztoznak házigazdaként a csarnokon, és mellettük a sportiskolásoknak a különböző korosztályai veszik nap mint nap, gyakorlatilag reggel 7:30-tól este 9:30-ig igénybe a csarnokot. Percnyi pontoságú beosztás szokott ilyenkor készülni, tehát nincs egy pillanatnyi üres járat sem a csarnokban. A három első osztályú csapat nyilván izgalmas meccseket ígér és játszik majd az őszi és a tavaszi szezonban az első osztályban, de egyéb rendezvények is szoktak azért lenni a sportcsarnokban. Igen, hát a sporti az elsőbség természetesen, de azon túl, hogy a csarnokot a sportolók rendelkezésére bocsátjuk, sok esetben önkormányzati támogatásként térítésmentesen, emellett a fenntartás költségeinek saját csökkentése is feladatunk, ezért különböző rendezvényeket hozunk be, amikkel bérleti díjat tudunk begyűjteni, és októbertől lesz valójában ezen a téren nagyüzem, különféle koncertek, céges rendezvények lesznek, december táján indul be a szalagavatóknak a korszaka, és a közelmúltban kicsit szigorított rendezvénytörvény miatt több olyan korábbi pécsi esemény, amely más intézményekben, például a Poteolában tartottak meg, azok is hozzánk érkeznek, vagy szeretnének érkezni, mert ennek a csarnoknak a legnagyobb a nézőbefogadó képessége a városban, és hát ez az egyetlen, ami ilyen jellegű rendezvényekre alkalmas. A koncertek között a Republic-tól a Lord of the Dance-en át a december végi hagyományos Neoton koncertig tudnék példát mondani, de a komolyabb zene vagy művészet kedvelőinek, hogyha mondhatjuk így, is lesz program, hiszen a Szentpétervári Balett fog bemutatkozni novemberben Pécsett is. Egy kicsit a sportra visszakanyarodva, mennyire van esélye akárkinek, hogy ide jön és kibérelje a sportcsarnokot? Gondolok itt arra, hogy hát a Pink Pécs 424 is többé-kevésbé szeretné otthonának tekinteni, tehát itt szeretné játszani a meccseit, és kvázi üzleti alapon bérelni. Az, hogy mennyire üzleti alapon bérelni, azt nem tudjuk. Az eredeti kérés az, az a ugyanolyan felhasználásról szólt, mint amilyennel a város által támogatott PEAC csapata rendelkezik. Erre azt mondom, hogy egyrészt a hely is, amit említettem, nagyon szűkös, tehát gyakorlatilag külső bérlőre már nem nagyon van mód, hogy az őszi, tavaszi időszakban, téli időszakban bérelje. Másrészt a Pinkre konkrétan visszatérve, miután a csarnok az önkormányzat tulajdona, és az önkormányzat részéről megtörtént az a nyilvános bejelentés, hogy a PEAC-ot fogja a jövőben támogatni, ezért természetesen a csarnoknak, mint önkormányzati intézménynek ehhez igazodnia kell, és a PEAC az a csapat, amelyik női kosárlabdában házigazdaként fogadja majd a vendégeket a női NB1-ben.